Már a világhírű tuzséri almából is kóstolhattak a Lunyai kastély kertjében rendezett megyei értéktalálkozón. Szabolcs aranyát már szüretelik. A helyieknek így pillanatnyi felüdülést, a távolabbról érkezőknek pedig színes kikapcsolódást nyújtott a főzőversennyel együtt tartott esemény, ahol többek között a gőzönfőttet is megízlelhették a látogatók. Tuzséri étel. És ez hogy készül? Hát kelt tészta, és megtöltve színvalakvázzal, megfő a gőzön, és utána dióval beforgatva. A zsűrizett ételek között volt halászlé, marha és birkapörkölt, slambuc és ez a látványos almarózsa kalács is. A gasztronómiai kavalkád mellett ezen a helyszínen is nagy hangsúlyt fektettek a helyi, illetve a megyei hagyományok bemutatására. Tukacsné Rózsikát Tuzséron mindenki ismeri. Szövéstudományát a több mint 20 éves hagyománnyal rendelkező, Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborban adja át a fiataloknak, melynek minden évben szintén a Lónyai kastély ad otthont. Határon túli tábor, és ott tanítom a gyerekeket szövésre, és amik ott azon a fel vannak rakva, olyan dolgokat készítünk. Ott azok kisebb eszközökön, két szövőszéken is dolgoztatom a gyerekeket, meg ilyen kisebb szövőeszközökön. A tuzséri önkormányzat számára fontosak a helyi értékek. A településen az épített örökségen túl a kulturális és népművészeti örökség megőrzése kiemelt jelentőségű. Természetesen vannak néptánccsoportjaink, az Aranyalma Nyugdíjas Klub ápolja ezeket a hagyományokat, illetve mint alapítvány Tuzsér községét közalapítvány. Ők nem csak ezt, hanem tehát tulajdonképpen a Kárpát-medencei kézműves ifjúsági táborral évről évre próbáljuk erősíteni az összetartozást, a magyarságot, illetve az értékeinket. A megnyitón elhangzott, a közösség építés a gazdaság fejlesztésének egyik alapja. Olyan rendezvényről van szó itt Tuzsérén is, amely a helyi hagyományokra irányítja a figyelmet, a helyi közösség megerősítésére, arra, hogy itt a településeken is lehet jövőt tervezni, jövőt álmodni, hiszen a Magyar Falu Program, a topos pályázatok mindent arra szolgál, hogy a helyi közösségeket megerősítsük, megállítsuk a városokba költözést, hiszen az összes kormányzati program, a Magyar Falu Program is azt jelenti, hogyha olyan infrastruktúrális feltételeket biztosítunk a településeket, olyan minőségi utakat, járdákat, közszolgáltatásokat, mint városon, település, kisebb településeket is elérhető a bölcső, de akkor meggyőződésem szerint az emberek nem fognak beköltözni, még a szomszédos kisvárosba sem. Szombaton Szatmárcsekén is tartottak megyei értéktalálkozót. A főzőversenyen kívül hagyományőrző tánc és népzene szórakoztatta a vendégeket.